Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Két év után újra fesztivál hangulat Szekszárdon. A Bagosi Brothers szórakoztatta a fesztivál második napján a közönséget. A gazdagok pénzét a szegények között szétosztó hős története a színházban. Német hagyományok és progresszív jazz egy napon. Két év után végre újra fesztivál hangulat uralkodott Szekszárd utcáin. Június 3-án ugyanis elkezdődött a pünkösdi hal és vad ünnep. A négy napos rendezvényen négy különböző helyszínen mindenki megtalálhatta a számára kedves programot. Mai magazinunkban ezekből láthatnak összefoglalót. A Szekszárd megyeljogú város önkormányzata nevében nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket a pünkösdi hal és vad ünnepen. Gyurkovics János köszöntőjével vette kezdetét több mint két év kihagyás után az első nagy rendezvény Szekszárdon, a pünkösdi hal és vad ünnep. A négy napos rendezvény sorozat folyamán számos program várta az érdeklődőket. Szeretünk koncertekre járni, és nagyon jó így egy ilyen ingyenes, meg minőségi koncertek is vannak, találunk. Mások evidenciának tartották, hogy részt vegyenek a programokon. Hát mi szekszárdiak vagyunk, úgyhogy szerintem alap. Tehát be kéne jönni ide a városközpontba egy pohár borra. Volt, aki egészen más okból látogatott ki a rendezvénytérre. Unatkoztunk otthon, és benéztünk. Egyébként nem tudom. Gyurkovics János, a város alpolgármestere elmondta, remélték, hogy idén nem jön közbe semmi, és sikerül újra fesztivál hangulatot teremteni a Tolnai megyeszékhelyen. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt a pandémia után az idei évben megrendezésre kerül a hal és a vad ünnep. Folyamatosan meditáltunk, hogy meg tudjuk-e tartani, de hála Istennek meg tudjuk tartani, nyugvó ponton van a pandémia. Nagyon örülünk annak, hogy a szponzoraink támogatásával, és a támogatásukat szeretném megköszönni, és szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki bármilyen területen részt vállalt abban, hogy egy sikeres pünkösdi programot tudjunk lebonyolítani, és felhőtlen szórakozást tudjunk biztosítani a városlakóknak, és természetesen a város környéki érdeklődőknek. Berlinger Attila, Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója is felszólalt a megnyitón. Ő a szervező intézmény dolgozóinak köszönte meg azt a munkát, amivel ez a fesztivál létrejöhetett. Nagyon fontos a város támogatása, nagyon fontos a szponzorok támogatása, de nem jöhetne létre egy ilyen rendezvény, ha nekem nem lennének ilyen fantasztikus kollégáim. Úgyhogy a Babits Mihály Kulturális Központ valamennyi dolgozójának kérnék most önöktől egy nagy tapsot. Köszönöm, hogy itt lehetünk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt két év elég szomorú volt ebből a tekintetben, hogy nem tudtunk városi nagy rendezvényeket szervezni, de hát büszkén láthatjuk, hogy ez az idő elmúlt, és végre itt a belvárosban, a Béla Király téren több ezernyi tömeg előtt zajlik egy nagy fesztivál. De aki ennek a négy napnak a programját áttekintette és megnézte, mindenki talál a kedvére valót. Legkisebbektől legnagyobbakig, színházi produkcióktól, a mese délelőttökig, a helyi csoportok fellépésétől a hagyományőrző együttesekig. A Vidám Park a családokat várja, itt van a kiváló borok és az ételek, az Ízek utcája és szekszári borászok, legfinomabb borai pedig én azt gondolom, hogy visszaadják azt a hangulatot, ami után már csak azt kívánom, hogy következzen majd a születi napok, ami szintén nagyon hiányzik a városnak, és ha ezt a két nagy rendezvényt idén le tudjuk bonyolítani, jó idő is mellénk áll, akkor azt hiszem, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy visszatért az a régi fesztivál hangulat Szekszárd, ami mindig is jellemzett bennünket. Egyenesen Erdélyből érkeztek Szekszárdra pünkösdi hal és vad ünnep szombati napjának sztár fellépői. A Bagosi Brothers Company már nem először járt a Tolnai megyeszékhelyen. Azt is elárulták, hogy az egyik daluk itt csendült fel először a közönség előtt. A koncert idejére megtelt a Béla Király tér. A pünkösdi hal és vad ünnep második napján este szinte mozdulni sem lehetett a Béla Király téren. Több ezren voltak kíváncsiak az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósból induló Bagosi Brothers Company koncertjére. A közönségben akadt olyan is, aki több száz kilométert tett meg azért, hogy részt vehessen az eseményen. Bagosi koncertre nyilvánvalóan. Nagykanizsára jöttünk amúgy. Néztük a jövő heti szentesi koncertet, csak a párom testvére megy vissza Németországba, úgyhogy az másnap lecces lett volna, és így ez megadódott, hogy akkor idejöjjünk. Meg közelebb is van.
A koronavírus járvány miatt is szigorítások és korlátozások az ő létezésüket is megnehezítette, de látják már a fényt az alagút végén, mondta el az együttes frontembere. Olyan két év van mögöttünk, amikor nem lehettünk igazán sokat a színpadon, valamint egy időszakban csak ilyen 500 fő alatti koncerteket lehetett adni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra húrok közé tudunk csapni és nagy színpadokon játszani, és kifejezetten örülünk, hogy itt tudunk lenni ezen alapon. Szeretjük mi egész zenekarként mondjuk a félig levő poharat félig telinek látni, és nem félig üresnek, úgyhogy próbáltunk pozitívan előre tekinteni, és keresni a lehetőséget, hogy tényleg hogy lehet túlvészelni, és rajtra készen állni, hogyha abban a pillanatban, amikor el lehet kezdeni újra zenélni, akkor mi készek legyünk, és ne az legyen, hogy magunkba zuhantunk, és nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Abszolút termékeny időszak volt a Covid időszak. Volt időnk magunkra, többet, egymásra, beszélgettünk rengeteget, még hogyha távol is voltunk egymástól, és valamennyire az új lemeznek az egész második fele kb. Akkor született. Úgyhogy abszolút nekünk egy ilyen örülünk, hogy vége lett, de abszolút megpróbáltuk kihasználni. Próbálunk nem kihagyni a repertoárból semmi jóféle nótát, nyilván az egészet most már hál' Istennek nem tudjuk eljátszani, mert annyi dalt írtunk, viszont az összes nagy slágerek, a legújabb nóták is felcsendülnek majd, és egy igazi másfél órás óriás nagy rock and roll-ra lehet számítani. Tatár Attila elárulta, hogy az egyik legnagyobb slágerük Szexárdon volt hallható először. Itt csendült fel először az olyan, de olyan formában, hogy Barbie-val együtt. Tehát addig már azt hiszem 2-3 helyen eljátszottuk, ami után megjelent, de tényleg itt volt, és ezen mi is így izgultunk, hogy akkor az élőbe vendégzenésszel azelőtt nem igazán léptünk fel vendéggel, és ez nagyon jól sikerült. Ezen kívül van nekem egy személyes kötődésem, egy jó ismerősöm él itt, akivel annak idén együtt síeltünk egy csapatban, az ő édesapja volt az én edzőm, és ő meg sízőtársam, és hát a helyi borokhoz is valamennyire azért kötődünk, van több olyan helyi borász, akit személyesen is ismerünk. A Covid alatt sem panaszkodtunk, mindig volt, amit csinálunk, és az 500 fős koncerteket is kihasználtuk, úgy gondolom, hogy egészen rendesen. A tavalyi év pedig már némileg hasonlított egy hagyományos fesztivál szezonra, de azért mégsem volt az igazi. Az idei év pedig úgy néz ki, hogy visszatérhetünk azokhoz a régió fesztivál hangulatokhoz, szokásokhoz, amik 2020 előtt volt megszokott, és az idei nyár az valóban tele van, és szerintem úgy kb. Ettől a héttől indult el komolyabban, és meg sem állunk egész október végéig. Nagyrészt Magyarországon vannak a koncertek, de az idén lesz jó sok erdélyi koncertünk is, sőt már volt egy otthon, és még jó pár lesz. Ebb tekintetben voltunk talán, vagy volt talán a legkülönbözőbb az előző két év, hiszen azt hiszem, hogy kétszer léptünk fel a két év alatt otthon, illetve erdély területeken. Az idén már volt egy, és meg lesz egy jó pár. Attila azt is elmondta, tartottak attól, hogy a hosszú bezártság után bátortalanabbak lesznek az emberek, és nem járnak majd koncertekre. Akkor gondolkodtunk ezen el, amikor először elengedték az 500 fős koncerteket közvetlenül a járvány sok után. Akkor nem tudtuk, hogy hogyan fognak reagálni az emberek, de mivel akkoriban viszonylag jó volt a járványhelyzet Magyarországon, és az időszakban nem is volt komolyabb elhalálozási hullám, akkor így az emberek így ugyanúgy jöttek koncertre, kisebb létszámba, de tényleg, mint a heringek. A tavalyi évben pedig volt sajnálatosan egy olyan időszak, amikor sok haláleset, meg rengeteg beteg volt. Azután is gondolkodtunk, hogy vajon mi lesz, de akkor meg úgy gondolom, hogy már annyira hosszú ideig be voltak zárva az emberek, meg akkor már volt oltás, és oltási kártyához voltak kötve a rendezvények, hogy emiatt azok, akik odajöttek, úgy gondolták, hogy akkor most ők nem félnek annyira. Tehát igazából a közönségben sosem éreztük, hogy ez bármilyen formában befolyásolta volna őket, annak ellenére, hogy a közönségünk az nem csak fiatal emberekből, hanem tényleg egészen széles az a korosztály, aki látogatja a koncertünket, és ez nem változott. A Bagosi Brothers Company 2013-ban alakult, akkor még nem gondolták, hogy pár éven belül ismert,
sőt, elismert zenekarrá válnak a Kárpát-medencében. Nem tudtuk, hogy ez fog-e sikerülni, vagy mikor fog sikerülni, de mi az első perctől fogva erre készültünk. Ez már egy olyan zenekar volt, amelyet megelőzött jó sok olyan formáció, ahol már együtt játszottunk, viszont ennek a zenekarnak úgy fogtunk neki, hogy akkor ezt profi szinten szeretnénk majd egyszer művelni, vagy már az első perctől fogva úgy álltunk hozzá, mint egy profi zenekarhoz, annak ellenére, hogy még nem ismert senki bennünket. Tehát ezek voltak a lépések, így priorizáltuk a szabadidőnket, és nem tudtuk, hogy ez sikeres lesz-e, de gondoltunk rá, hogy hát ha az lesz, és igen, nem csak egy hobbi zenekar volt soha, és nagyon örülünk, hogy ez valóra vált. De korán sincs itt a vége, tehát úgy gondolom, hogy mindig keressük az új kihívásokat, és olyan dolgokat, amik számunkra is érdekesek lehetnek, illetve a közönség számára is. És hogy milyen érzés több ezer embertől visszahallani az általad írt dalokat? Ilyenkor nem csak mi adunk energiát, hanem ez a nagy tömeg vissza is ad jó sokat belőle, és talán az a legjobb, amikor egy nagy tömeggel együtt tudunk lüktetni, együtt tud élni ez a produkció, azok a legjobb koncertek. Reméljük, ma is így lesz. Így lett. Több mint egy évtizede annak, hogy Magyarországon először musical formában vitték színpadra Szomor György és Miklós Tibor feldolgozásában a legendás angol hős Robin Hood történetét. Bár a karddal és íjjal küzdő főhős története a szuperhősök korában már kissé maradinak tűnhetne, az általa képviselt értékek korszakoktól függetlenül megérintik a nézőt. A látványos produkció is részese volt a Pünkösdi Napok műsor kínálatának. Hajdanában, amikor a gyerekek még fakardokkal a kezükben futkostak, a névsor, akikhez hasonlították magukat, széles volt. Volt, aki Zorro akart lenni, akadt, aki Minetú, és ebben a sorban bízvást helye volt Robin Hoodnak, a tolvajok fejedelmének is. Különösen a nagy sikerű film után szaporodtak meg a játszótereken az igazság bajnokai. A romantikus történet a hazaszeretetről, a becsületről, a szabadságvágyról mindenkorban még a szuperhősök átadulat látványvilág korában is vonzó. 12 esztendővel ezelőtt a Szomor György Miklós Tibor szerzőpáros állította színpadra a Robin Hoodot, az élő zenekarral játszott musical tele van humorral. Testvérünk az urban ki a tévére révet, sörtelesz, kéjel és csipszet zabálsz, így túl nagy a segget, hogy kalandra égesz, éppen én kaland, hogy drágul a gáz. Messzi Anglia színébe Sherwoodba hívunk, a korai középkor tűnő nyomán. Olcsóbb lesz sokkal, mint télen egy síút, és lábtörés nélkül is megúsz után. Ma itt láthatsz egy fickót, ki nem ismer törvényt, csak egyet, hogy mindig a jó mellé áll. Zorrónak, Batmannek, ó angol hősét, ki Robin Hood néven lett, ők meg aztán. Hát ez a hangulat szövi át a látványos darabot, melynek főszerepére egy sokoldalú embert, Kovács Ádont kért fel a rendező. Azt gondolom, hogy az igazságért küzdő ember egy hatalom ellen, az igazságért és egy kvázi kisebbségért, mint ugye a szegény legényekért küzdő ember karaktere, az egy örökérvényű archetipusa az igaz embernek, és hát ezt gondolom, hogy azért, ha nem csukjában és nem íjjal, attól függetlenül még egyéb módon megjelenhet. Nagyon sok hősben benne van Robin Hood egyébként, úgyhogy észre se vesszük. Én nagyon szeretem, mert nekem az első, tehát én nekem életem első színpadi darabja. Én leéltem az életemet előtte a világ tényleg összes színpadán, úgy, mint zenész, mint műsorvezető, mint időnként stand-upos, szóval nagyon sokféle szerepben voltam színpadon, tehát ott otthonosan mozogtam, de mint színész, soha. És a Szomor Gyuri látott ezeken a színpadokon, és azt mondta, hogy hát ezt akkor miért nem próbálom meg. Mondtam, Gyuri, minden felelősség a tied. Nem tudom, milyen színész vagyok, szerintem rossz, én nem is gondoltam egyébként azt, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, úgyhogy én leültem vele, és próbáltam lebeszélni, nem sikerült, és nagyon örülök neki, hogy nem sikerült, mert három hónap alatt egy kiképzett. Úgyhogy nyilvánvaló ez egy szakma, én ezt a szakmát nem végeztem el, viszont egy ilyen gyors talpaló színpadi kurzuson végül is megtanultam, és azóta ez egy belépőjegy volt, mert akik látták, hívtak máshova is, és akkor most már ma 4 darabban játszom szimultán, és elindította ezt az egész színházi világot az életemben, ami az egyik meghatározó lett most, vagy legmeghatározóbb, mert imádom, nagyon szeretem. Ez jobb bárminél. És nincs
háború tűr. Aki mondott, mi a végül tengem így ül, és fölőkre teljen a sötét ág, és győztes a győztes. A színészetnek tényleg ez az egyik lényege, hogy valamelyest otthonosan mozogja abban a szerepben, amit játszol. És ebben mindenki meg tudja találni a sajátját. Tehát a Little Johnban például a Steve az a humorát tudja csillogtatni, a Petra a nőiességét, és azt a fajta a lágyságnak, meg a keménység, hogy mai nőben kell, hogy lágyság is legyen, meg keménység is. Nagyon nehéz szerep, és ő is ezzel küzd itt ezen a darabon belül. Én tőlem a Gyuri annyit kérdezett, mert én akkor küzdősportoztam, hogy szeretsz verekedni? Mondom, igen. Szereted a csajokat? Mondom, igen. Énekelni tudsz? Mondom, igen. Hát akkor miről beszélünk? Akkor te vagy Robin Hood? És igen, tehát azt kell mondom, hogy ez a szerep, ezt játszani azért volt nekem viszonylag könnyű, mert ezt azt kellett csinálnom, amit szeretek. És ez nem megy másképp egyébként, tehát hogy tudom azt, hogy akik színészetből élnek, szakma szerint, azoknak vannak nehéz pillanataik, amikor olyanokat kell eljátszani, amik nem állnak közel hozzájuk. Én hál' Istennek az a fajta színházi turista vagyok, akinek mindig megadatott, hogy csak jókat kell, csak olyat, ami komfortos, amiben jól érzem magam, olyanra is hívnak, meg olyanokat is vállalok el, úgyhogy nekem ez az egész egy borzasztó nagy kaland, egy nagy játék, és az életem egyik értelme lett. A történet egyik pozitív figurája Little John, akit ezúttal a humoráról ismert Hajdú Steve visz színpadra. A rendező Szomor Gyuri olyan nagyvonalú volt, hogy engedte azt a színészi féktelenséget, ami bennem azért néha bennem van. Az a kis ördög, amikor azt mondom színészként magamnak, hogy nem csak magamat, hanem a társaimat is szórakoztatom, és ez próbán oda csúcsosodik ki, hogy talán a többiek nem tudják mondani a szöveget, leállnak, mert röhögnek azon, amit mondok. És a Gyuri zsenialitása többek között az is, hogy az idősebb ripacsoknak engedi ezt, hagyja, és ezért ezek így bele-bele csempéződnek az előadásba, és én talán ezt tudtam még pluszba hozzátenni. Előadás közben soha. Tehát föl vannak készülve rá. Legalábbis én ezt gondolom, de mostanában visszahallgattam egy-két történetet, amit fiatal kollégák mondanak, hogy mit csináltam színpadon. Hát néha szégyellem magam. Szerintem a gyerekek pontosan tudják, hogy miről szól. Tudják, hogy van egy fiú, aki elveszi a gazdagok pénzét és szétosztja a szegényeknek. És valahol mindannyian erre vágyunk, hogy van egy fiú, legyek én az a fiú, elveszem a gazdagok pénzét és szétosztom a szegények között. Szóval szerintem a történet az alapemberi történet, lehet, hogy még a Bibliában is van valami hasonló, amit kiszíneztek Robin Hood történetének, de lenézzük a fiatalokat, hogy ők csak számítógép előtt ülnek és videójátékokkal játszanak, de meg kell mondjam, hogy nagyon nyitottak az ilyen történetre, és egyszer csak azt mondják, hogy figyelj már oda, akkor ez most tényleg arról szól. Tényleg a szolidaritásról szól, arról, hogy egy kis közösség összefog és megpróbál a hatalom ellen küzdeni. Egy ilyen világban, amiben most élünk, hogy háború dúl nem messze tőlünk, volt egy nagyon komoly vírus, amiben senki nem tudott kimozdulni, minket felnőtteket is megviselt, hát még egy gyereket, amit még most nem is látunk. Lehet, hogy 2-3 év múlva fog kiderülni, hogy milyen mentális problémát és stresszt okozott. De színészként azt veszem észre, hogy mostanában, ahogy játszunk, a néző mentálisan annyira ki van éhezve, és annyira le van fáradva, hogy mindennek körül. Ez egy nagy örömjáték, mondja Steve. Olyan kollégákkal vagyunk együtt, akiket régen láttam, nem vagyunk egy társulat, csak arra szövetkezünk ebben a darabban, hogy kikapcsoljuk és szórakoztassuk a nagy érdeműt. A pünkösd a németség ünnepe is. Ennek megfelelően a szervezők számos hagyományőrző elemet is beépítettek a programok közé. Az egyik ilyen a Mecsek Nádasdi fúvószenekar előadása volt, akiknek programjában Stefan Jégernek a Svábság festőjének képeire írt darabok hangzottak el. Az idei hal és vad ünnep minden előzetes várakozást felülmúlott, mondta a 4 nap eseményeinek értékelésében Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Pünk
pünkösdi rendezvény nem lehet meg a hagyományok felidézése nélkül. A katolikusok és a németség ünnepén az Alte Kameraden Blaskapelle adott különleges koncertet. Mi most egy, amiben benne van a kermesz is, itt van egy olyan részlet, ahol a kermeszről is szó van. Mi egy most készülő tematikus koncertből adunk részleteket. A témája a Stefan Jäger, a svábok festője. Ez egy bánáti festő volt, a múlt század első felében élt és dolgozott, és festményeinek a 90% a bánáti táj, a bánáti falvak, a bánáti sváb embereknek a megfestése volt, és ezért kapta ezt a nevet, hogy a svábok festője. Ebből állítottam össze egy tematikus koncertet, egy hosszabb, lélegzetű, önálló koncertet. Ebből most részleteket mutatunk be, kivetítéssel együtt, természetesen a festőről van szó, akkor a festményeket fogunk kivetíteni, és ahhoz szólnak majd a zeneszámok is, tehát a kettő együtt egy komplex koncertet fogadni a közönségnek. Mi alapvetően hagyományos sváb fúvott zenét játszunk, autentikus sváb fúvott zenét, és ami a festményeknek a témáját is összeválogattam, egy-egy téma szerint köré raktam össze 18-20 festményt, és ehhez az ahhoz illő hangulati zenét kerestem a címekkel és a hangulattal. A szervezők az idei esztendőben arra is törekedtek, hogy olyan előadókat hívjanak haza, akiknek kötődésük van a városhoz. Ilyen a hazai és nemzetközi jazz élet egyik kiemelkedő személyisége, Tóth Viktor szaxofonos is, akinek tehetsége már egészen fiatalon kikristályosodott, és meglett művészként bejárta a világ számos jazz színpadát. Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáját kívánja megragadni, emellett népzenét gyűjt, zenét szerez és új utakat keres a jazzben. Ezúttal legutóbbi két lemezének anyagából válogatott, az egyikben spirituális utakat járt be a muzsikán keresztül, a másikat a Covid-járvány ihlette, és ebben azt fogalmazta meg, nincs mitől félni. A két évnyi szünet után megrendezett Hal és Vad ünnep számos ki- és hazalátogató csalogatott ki a rendezvények helyszíneire. A szervezők minden eddiginél sokszínű programot állítottak össze azzal a céllal, hogy a szüneti napok rendezvénysorozatához hasonló élményt élhessenek át az ide látogatók. Ez még a legmerészebb vágyainkat is, vagy elképzeléseket is felülmúlta. Előzetes számítások alapján is több tízezer ember látogatott ki ebben a négy napban a pünkösdi hal és vadünnepre. Tudtuk, hogy egy jó két évnyi szünet után az emberekben benne van a vágy, hogy találkozzanak, újra színvonalas programokon vegyenek részt, színházi előadásokon, nagy koncerteken. De ennek a hétvégének annyira gazdag programkínálata volt, ami gondolom egy születi napokkal is egy az egybe felérne. Színházi előadások, hazatérő, szexádról elszármazott kiváló művészek, nagy koncertek, komoly zenei előadások, maga a Vidám Park, az Ízek utcája és a borászok által kínált finomságok, gasztronómiai ínyenségek is mind-mind azt a hangulatot hozták vissza, amire nagyon vágytunk. Én azt gondolom, ez egy jó kezdet ahhoz, hogy remélhetőleg korlátozások nélkül folytatódjon ez az év is. Tervezzük a születi napok programjait is, szintén egy hasonló gazdag programkínálattal, és már gondolkodunk a kollégákkal, városvezetéssel azon is, hogy talán még szellősebbé tudjuk tenni a tereket a következő években, úgyhogy olyan változtatásokat szeretnénk, ami inkább az embereknek a kényelmét, komfortját még jobban kiszolgálja, de ha egy rövid összegzés kéne adni az egészről, én azt gondolom, mindenki elégedett lehet. Én azt gondolom, azért az utolsó békeévekben, nevezzük így, szintén egy nagyon látogatott és népszerű rendezvény volt,
de minden bizonnyal ez a bezártság ugye most hirtelen egy fokozott vágyat elégített ki, tehát nem hajszoljuk mi ezt a sok tízezres nézőszámot. Azt gondolom, nem az a lényeg egy városi nagy rendezvénynek, hogy 50 ezre, 60 ezre, 70 ezre, hát ugye nem kell nekünk egy sziget fesztivállá kirúgni magát, inkább sokkal fontosabb az, hogy a helyiek, környékbeliek megtalálják maguknak azt a néhány őket érdeklő elemet, vagy a finomságokat, az ételeket, vagy azt a két-három programot, amitől ők magukat itthon jól érzik, a komfortérzetük növekszik, büszkék arra, hogy a városban ilyen színvonalú események zajlanak. Nagyon sok régen látott baráttal, ismerőssel találkoztam, akik hosszú évek után hazatértek. Valamikor ez volt a születi napoknak is az egyik alapeleme. Jöjjenek vissza azok az elszármazottak is, akik valaha itt érezték jó magukat, hát most is ez megtörtént. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!